Magyarország köztársasági elnöke kiemelkedő oktatói és kutatói munkájának elismeréseképpen a Magyar Érdemrend tiszti keresztjét adományozta dr. Buzogány Dezsőnek, a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet és a Bábesbólyai Tudományegyetem református tanárképző kara tanárának. Őt köszöntöm most adásunkban. Jó napot kívánok, professzor úr, gratulálunk a kitüntetéshez. Jó napot kívánok, üdvözlöm szerkesztő urat és a tévénézőt, köszönöm a gratulációt. A laudációja azzal zárult, hogy non videre sed esse. Ez akár jelmondat is lehet, és úgy érzem, hogy nem esetlegesen bukkant fel, bár kis ellentmondásos erről a tévében beszélni, mégis arra kérdeznék rá, hogy mit jelent ön számára ez a mondat? Hát ez a mondat akár arszpoétikám is, hogyha lehet egyáltalán egyháztörténésznek arszpoétikája. A mondat nem az én találmányom, én is megtaláltam és átvettem, és magamra nézve minden további nélkül és minden körülmények között alkalmazom is. Non videri sed esse, ez azt jelenti, hogy nem látszani kell, hanem létezni, vagyis nem a színpadon kell megjelenni, nem a színpadon kell különböző ilyen-olyan látványos dolgokat véghez vinni, hanem az emberi létnek a lényege nem a látszat, nem a külső megjelenés, hanem végső soron az, amit az ember a színfalak mögött otthon, a csendes magányba vagy a tudós szobába tesz. Nyilván ez nem a tévéseknek, nem a színészeknek a jelszava, nem is lehet az övék, hiszen ők abból élnek, hogy a színpadon játszanak. Ez a tudósoknak a jelszava, akik ugye a háttérbe maradva végzik a munkájukat, és hát bizony néha azért elő kell állni a színpadra mindazzal, amit kikutattak, és amit papírra vetettek. De hát nem elsősorban a látvány a lényeg, hanem az, amit az ember végső soron az asztalra rátesz. Hát, hogyha a láthatóságról, megmutatkozásról beszélünk, hogy az egyháztörténeti kutatás 89 előtt nem kapott teret, vagy ha volt bizonyára, akkor hát nem kapott nyilvánosságot. Most az a kérdésem, hogy mi történt ezt követően, ez a munka és ennek szervezése is jobbára az ön nevéhez kapcsolódik, miért vonzott ez a terület, és sikerült-e diákokat bevonni akár a kutatómunkába is? Nagyon jól rátapintott a lényegre, szerkesztő úr, hiszen nyilván, hogy Erdélyben az egyháztörténet kutatás hosszú ideig nem alakult ki intézményes keretek között. A 20. század első felében, hát igen, a református teológia lett volna hivatva megteremteni ennek akár az intézményes kereteit is, de ez hát nem történt meg, és a tudományág művelése egy személyes ügy maradt. A század második felében, ugye a kommunista időben a református egyháznak két olyan intézménye is volt, amelyek keretet biztosíthattak volna ehhez, a protestáns teológia és a református egyház kolozsvári gyűjtőlevéltára. De hát az akkori mostoha viszonyok miatt egyháztörténeti kutató intézetre gondolni sem lehetett. A tudomány ág tehát szakember hiányában hosszú ideig nem fejlődhetett kellőképpen, megrekedt a félúton, és sokáig nem tudott tovább lépni. Nyilván fordulatnak kellett bekövetkezni ahhoz, hogy lehetőségek nyíljanak a tudomány előtt is, és ez a 90-es év, vagy a 89 végig 90-es évek eleje, amikor szerint személyem a Protestáns Teológiai Intézet keretén belül nagyobb kutatási és könyvkiadási programot indított azzal a céllal, hogy egyrészt a fiatal kutatókat kineveljük, másrészt pedig kiadjuk a kommunista időben született, de azóta elfekvő, illetve nyilván az újonnan készült egyháztörténeti munkákat is. Ez az utánpótlás nevelés bizony elég bizonytalanul indult, de a kezdeti megtorpanások ellenére mégiscsak medrett a lát és felgyorsult, így aztán 1999-ben megszületett a Erdély Református Egyháztörténeti Füzetek könyvsorozat, a már említett kettős céllal. Ebbe az háttérmunkába sikerült bekapcsolni
több tucat református is, nem csak református teológust, teológiai hallgatók még pontosabban, tehát 50-60-70-re tehető azoknak a száma, akik ebben a kezdeti korszakban belekapcsolódtak ebbe az egész kutató munkába. Mi is adtunk jó néhány kötetet munkásságuknak az eredményeképpen. Nos, hát nyilván, hogy ennek az egész tudomány ágnak új lehetőséget adott az, hogy a Kolozsvári Állami Egyetemen megszerveződött a református tanárképzőkar, ez még 93-ban szerveződött meg. Szerény személyem ott is tanár, ahogy említette szerkesztő úr még a felvezető szövegben, így aztán 2001-től lehetőség adódott mesteri és doktor képzésre. Mi a két intézmény közötti viszony? Szándékom volt erre rákérdezni, egy kicsit megelőlegezte, de ez így jó. Mármint a teológia és a tanárképzőkar között. Nyilván kiegészítik egymást, nagyon szerencsés intézmény alapítás mind a kettő, az egyik korábbi nyilván, a másik pedig későbbi. Tehát vallástanárokat képezünk az állami egyetemen, lelkészeket a teológián, vagyis a protestáns teológia intézetben. Szerves kapcsolat van közöttük, közös szinte, közös jó néhány tanárnak az itt és ottani működése, tehát eléggé jó viszonyban vagyunk mi. Ezt jó hallani, úgyis emlékszem, hogy alakulásakor felemás érzéseknek adtak hangot egyesek, de úgy látszik, hogy ennek nem volt oka. Fontos, hogy egy közösség ugye egybe lássa, hallja magát, egy picit így visszacsatolnék a történészi tevékenységhez, mert hogy hát az identitáshoz, annak megerősödéséhez ennek feltétlenül szerepe van. Hogy áll a református identitás, és eszembe jut Makkai Sándor Öntudatos kálvinizmus című írása. Ezzel a mondattal kezdődik, hogy a magyar kálvinizmus nagy veszedelemben van, és sorjázza az okokat, hogy miért. Nyilván minden kornak megvan a kihívása, és megvan a fenyegetettsége is. A jelen helyzetben nyilván, hogy szerte Európában, világszerte talán, mitájainkon is talán egyre inkább felerősödnek olyan ideológiai vonulatok, amelyek nem kedveznek az egyházi életnek, az egyházi tudományosságnak, és így tovább. Na most hát erre én ugyanazt mondom, amit általában mondani szoktunk, hogy hát az egyház olyan üllő, amely az évszázadok során sok kalapácsot elkoptatott, és lám mai napig létezik, és bízunk benne, sőt meg vagyunk győződve, vagy ezután is létezni fog. Tehát az a félelem, az az aggódás, amely Makkai szívéből jött, hát az abban a korban válasz volt a kornak a sajátos helyzetére, politikai, nemzeti helyzetére, de visszatekintve innen oda, hát azt mondjuk, hogy hát talán nem is volt indokolt Makkainak ez a túlságos féltése, már ami a nemzetet és az egyházat illeti, hiszen azóta is vagyunk, próbálunk talpra állni és talpon maradni mindenféle megpróbáltatás ellenére is. Tehát a magyar identitás az végső soron jó kezekben van, hogyha a két intézményre gondolunk, de hát nyilván emögé felsorakozik sok más magyar intézmény Erdélybe. Mindenki a maga pászmáján próbálja meg azt az apró kis feladatot elvégezni, amely aztán végül bízunk benne, hogy minden magyar szívben és lélekben egyé válik, és ettől minden térség, terület és mindenféle apró kicsi lelki rözzenet megerősödik. Tehát az identitás nem véletlenül nevezték a 60-as évek elején a teológiát a magyarság zászlóvivőinek maguk a titkosszolgálat emberei is. Tehát valahol örököltük ezt, és nyilván, hogy igyekszünk tovább is vinni.
magunk módján. Én azzal, amit kibányászok a múltból, egyházunk történelmeként, és azzal, hogy erre ránevelem azokat a diákokat, akik mellém szegődnek ebben a nagyszerű kalandba, ami a múlt kutatását illeti. Tehát az identitás az olyan dolog, ami ha megkapunk, azt ápolni, és ugyanakkor erősíteni is kell, hiszen nagyon könnyen és nagyon egyszerűen elgyengülés kimúlik. Tehát végezzük a munkánkat e tekintetben is. Professzor úr, egy utolsó rövid kérdésem van, és ugye arra reflektálnék, hogy a kutatói, oktatói munkásság mellett egyházi közfeladatokra is időt szán, ezek közül melyik az, ami szívéhez legközelebb áll, amivel akkor is foglalkozik, hogyha nagyon nincs rá idő? Az egyházi közfeladatok közül talán az egyház kerületnek a gyűjteményei az, ami ebben a tekintetben mondjuk említést érdemel. Tudod dolog, hogy régi óhaja az Erdély Református Egyháznak az, hogy múzeumot hozzon létre. Na most ez sikerült is néhány évvel ezelőtt, és az 1517. esztendő 500 éves jubileumán sikeresen fel is avatta egyházkerületünk miniszterelnök úr részvételével az újonnan született református múzeumot. Ezzel szerencsésen megszületett az a harmadik intézmény is, amelyből aztán össze lehetett gyúrni, amit úgy hívunk, hogy a református egyház gyűjteményei, vagyis a levéltár, a könyvtárak és a múzeum. Most már ebben a hármas egységben itt is végső soron ugyanazt tesszük, mint a tudományos életbe, hogy most ezennel konkrét, kézzelfogható dolgokkal próbálunk meg identitást kialakítani abban a szívben, amelyben még nincsen, és ugyanakkor megerősíteni, hogyha az ellankadt. Tehát levéltári kutatások, terepmunkák eredményeit ebben az egyháztörténeti múzeumban adjuk közre és tárjuk fel. Professzor úr, sok egészséget, kitartást és jó munkát kívánok a továbbiakban. Még egyszer gratulálunk, és érdeklődve várjuk a további eredményeket. Köszönöm, hogy itt volt. Nagyon köszönöm, viszont hallásra, viszont látásra.